201,4 másodperc, az alapidő túllépése okán 3,2, míg a 3 verőhibáért további 9 hibapont, így mindösszesen a versenyző eredménye 12,2 hibapont itt az akadályhajtás versenyszámában. Köszönjük szépen ifjú Karsai Sándornak! Nyerges Kristóf köszönti a versenybíróságot és a tisztelt közönséget, a pálya elkészült. Fogad starthoz. 20 akadály, 195 másodperces előírt alapidő, amely a hajtó előtt áll teljesítetlenül még. A fogad lovai, Csibész és Csillag.
egy ciráki típusú díjhajtó, póni díjhajtó kocsiba, és egy könnyű magyar hámba fogatolva láthatjuk a két segítőt. Felkészül Korán Pál, Varga Zoltán, pályátállítás után Gazder Pál, Nagy Tamás, Gasparik András. Lőrinc Eszter. 14 akadály, 140 másodperces alapidő. Pálya kész, fogad, startol. Lőrinc Eszter az Ácsikényi Gyíklomat sportunk hajtónője Lőrinc Zoltán segédhajtójával. Csillagét dönti a két perc a fogadban. Lőrinc Zoltán készítette egyedi hintóba, könnyű magyar hámba, fogatóban. A fogad támogatója a Lőrinc és a Barka család. Fiatal versenyző 14 akadály hajt, 140 másodperces alapidő az elő. Lőrinc Eszter 127,1 alapidőn belül verőhiba nélkül teljesítette. Korán Pál után felkészül Varga Zoltán, majd a pálya átállítás után fog következni Gazder Pál, Nagy Tamás és Gasparik András.
Park azóta érkezik a célba, 124-49. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves sporttársak! Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök! A háromnapos versenysorozat záró akkordján az ünnepélyes eredményhirdetésen. Elsősorban engedjék meg, hogy megköszönjem a rendezőknek, a szervezőknek, a támogatóknak, hogy életre hívták idén is az Ácsi versenyt, de talán a legnagyobb köszönet a hajtókék, akik jelenlétükkel, versenyzésükkel megtisztelték ezt a rendezvényt. Köszönöm! Nagy megtiszteltetés, hogy újra meglátogattak bennünket a fogadhajtó. Valamikor 10 évvel ezelőtt Angliában voltam egy ilyen lovas versenyen, fogadhajtó versenyen. Különböző kategóriák voltak, és irigykedve néztem, hogy milyen szép és milyen gyönyörű verseny ez. És arra gondoltam, hogy hát ott az én szülő falumban is azért van hagyománya ennek a lovas sportnak, és akkor hozott össze Sortin polgármester Szentilmai doktorunkkal, aki hát mondta, hogy itt már eznek van hagyománya, régebb óta Ácson, csak egy kicsit megszakadt egy időben. És most nagyon örülök annak, hogy akkor sikerült úgy összehozni ezt a dolgot, hogy a mai napig most már nem tudom hányadik, de több versenyt rendeztünk. 14-dik, mert ez már tényleg egy jelentős szám. És mindenképpen most a köszönet hangján először szeretném neki megköszönni ezt, Szentirmai doktor úrnak, mert azt gondolom, ha ő nem lenne, akkor valószínűleg ez a verseny itt nem valósult volna meg, és az az erőfeszítés, amivel tesz azért, hogy minden évben ez a verseny színvonalassan, jól szervezetten működjön, az egy nagy tapsot mindenképpen megérdemel. Köszönjük szépen! Emellett nagyon köszönöm természetesen a sportolóknak, a fogadhajtóknak és a segítőinek, hogy ellátogattak Ácsra, valamint a segítőknek, mert az a sok kéz, ami itt együtt összehangolva dolgozik, az mindenképpen kell ahhoz, hogy sikeres verseny legyen. Ácson én azt tudom ígérni, hogy ennek folytatni fogjuk, minden erőnkkel azon legyen, az legyen, hogy minél jobb és minél színvonalasabb versenyt tudjunk a jövőben is létrehozni. A jövőre is kívánok mindenkinek sok sikert, és még ezzel köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm. Emlékezünk Kujáki Gábor fogadhajtóra, sportásra. A tavalyi évben az Ácsi versenyen útjára indult egy vándorsernek. Ígérettel, hogy a mindenkori népkategóriás díjhajtás versenyszám győztese bent jár és őrizheti a következő versenyt. A 2017-es évben a B-kategóriás díjhajtás versenyszám győztese Kelemen Szabolcs. Tisztelettel kérem a hajtót, érkezzen a díjátadó bizottság elé fogatával, és felkérem Gulyáki Gáborné és Gulyáki Mátyás, hogy ezt a vándorserleget, amelyet sok szeretet és emlék őriz, adják át az ötvő illető tulajdonosának, aki egy évi őrizheti tiszteletben emlékeznek. Kelemen Szabolcs.
tőletek kérem, Tölce Györgyöt, hogy hajtson ki, és a főzőket, a segítőket, akik jól akadtak és tartottak bennünket, Róka József és felesége, Gyöngyi, Tarvai János, Minkel István, Szalai, Ákos, érkezzenek a Diákadó Bizottság elé, egy oklevéllel és egy könyvvel. Szeretném a rendezőt megköszönni. A könyv Kutránó Szálisz, magyarul Csikertkisó. Első Rákosi jött a jelenlem feleségének, Lóránti Zsuzsannának szakácskönyve, hisz abban az időben nem csak a test, hanem a lélektáplálással is foglalkoztak. Ezért ebben a könyvben a korabeli receptek mellett bibliai hírek is találhatók, hogy a lelkezés táplálják. Köszönjük Róka József és felesége Györgyi Karmaiát, és Minden István, Szalagyi Ákon. Jani! Lebetegedett kollégátok! És amit sokan nem tudnak, hogy a lovak elhelyezésért nagy köszönet jár Téglás Zoltán úrnak, aki a Vistába épületet rendelkezésünkre, illetve a rendezők rendelkezésére bocsájtotta. Szeretnék Téglás Zoltán úrnak ezt megköszönni egy Jennifer oklevéllel és egy lészalaggal a rendezők nevében. Kérem Téglás urat kifáradni. Köszönjük, hogy a Vistába épületet, a lószállás lehetőségét megteremtette nekünk. Rengeteg sok feszültség és ideg és utánajárás és nem otthon töltött pillanat. Ez csak egy szerető, támogató háttér. Tisztelettel kérem Szent Irmai né, Tóth Mária asszony, legyen kedves kifáradni, hisz kedves férjének szavait tolmácsolta, aki köszöni a sok szeretetet, támogatást és mindent, amit a háttérben nyújtott férjének, hogy ezt a rendezvényt, amilyen mindannyian lehetőségünk volt itt lenni, végezt tudja vinni. Ezzel az apró virágcsokorral szeretnének köszönni. Gratulálunk és köszönjük! Engedjék meg, hogy a verseny végén megköszönjem a segítők mellett az alapzsűri munkáját a versenybíróság elnöke dr. Szent Irmai István úr, az alapzsűri tagjai dr. Szalai Gyula úr és Nagy László úr, a versenyhivatalos pályaépítője Császár Antal úr és kiegészítő bíró dr. Anhely Tibor úr. Köszönjük szakszerű munkáidat!